Miklós Márta, a matematika-fizika szakos tanár beszélt az egész héten át tartó verseny programjáról. A héten rendezzük meg a gimnáziumban járási tanulmányi versenyt, most hosszú kihagyás után újraélesztve a hagyományokat. Tegnap indultunk a természettudományos csapatversennyel, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Szerintem a gyerekek is nagyon jól érezték magukat, mi pedagógusok is nagyon jól éreztük magunkat. Ma folytatódik a humán tudáspróbával, ami szintén rendhagyó lesz, azt gondolom. Lesz egyéni verseny, lesz utána egy kis játékos vetélkedő, holnap folytatódik a matematikával ez a rendezvénysorozat. Matematika, utána pedig a matematika írásbeli rész után lesz egy kis sportverseny, méghozzá sorversenyezni fognak a jelentkezők csapatokban, 8 fős csapatokban, és csütörtökön a nyelvi megmérettetéssel zárulnak a hét rendezvényei. Humán tudáspróbát, a matematikát, a nyelvi versenyt, azt 5-től 8. évfolyamig hirdettük meg. A sorversenyre 7.-8. osztályos diákok jelentkezését vártuk, ugyanúgy a természettudományos versenyre is 7.-8. osztályos diákok jöttek csapatversenybe, ahol 5.-6. osztályt is meghirdettünk, ott a legnagyobb a jelentkezőknek a száma, de tegnap a természettudományos csapatversenyre is nagyon szép számmal érkeztek jelentkezők. Kategóriánként vannak díjazottak, viszont amikor minden verseny lezajlik, akkor utána majd az iskolák között is lesz egy külön olyan díj, amit egy ilyen vándorkupa formájában fogunk majd továbbadni vagy kiadni. Jó pár év kimaradt a Covid-nak köszönhetően, de előtte rendszeresen rendeztünk ilyen járási tanulmányi versenyeket, és most pedig, ahogy újra kezdtük, egy kicsit átszerveztük, újra gondoltuk, frissítettük az egészet, és úgy tűnik, hogy nagy a sikere, tehát sokan jelentkeztek. A humán verseny fordulójáról adott tájékoztatást Nőtigné Koncz Éva. A gyerekeknek áttekinteni, feleleveníteni kellett előzetesen a már meglévő tudásanyagokat. A járási versenynek a második napja, ez a humán tudáspróba lesz az iskolánkban, magyarból és történelemből lesz egy kis feladatlap a diákoknak, 20-20 percben kell megoldaniuk. Műveltségi kérdések, tehát olyan is, ami a tanult tudásukat méri, meg kreatív kérdések, meg egy kis helyesírás is lesz a feladatlapban, úgyhogy ezzel kell megbirkózniuk, és akkor utána még egy kis interaktív játék is várja őket, és aztán eredményhirdetése mindenhol lesz arany, ezüst és bronzérmes nyertesünk. A Covid óta először rendezzük ezt meg, és nagy örömmel csináljuk újra, hogy összejöhetnek az általános iskolás csapatok, és kicsit megnézhetik a gimnáziumot, egy picit ismerkedhetnek az iskolánkkal, és versenyen megmérettethetik magukat. A szaktanáraink az általános iskolai tankönyveket megismerve, az NKP, ugye a digitális tankönyv segítségével is föltérképeztük a tananyagot, és ugye ezeket őnekik előre elküldtük már egy hónappal ezelőtt, megvolt, hogy mi a tematikája a versenynek, 5., 6., 7. évfolyamon versenyeznek, 8. jelentkező nem volt, egy fő volt, és ezért azt töröltük a versenyből, de a többiek megkapták a verseny tematikáját, és fel tudtak rá készülni időben. Érmet kapnak, egy kis édességet kapnak, tehát aranyérmet, ezüst és bronzérmet, tehát kapnak egy ilyen elismerést, éremmel jutalmazzuk a versenyzőket. Hát ezek tanult anyagok, tehát úgy válogattuk a versenyanyagot, hogy ezeket már tanulták ebben a tanévben, tehát ismert anyag, ezt csak rendszerezni, átismételni kellett, míg a szünet előtt elment a feladatkiírás, tehát biztos, hogy tudtak rá készülni. Az egész héten át tartó megmérettetés nagy változatosság jellemezte a tantárgyak, a feladatok és a megoldási lehetőségeket tekintve is, amihez nagyfokú találékonyság és kreativitás is szükséges volt.